Fontos kérdés az, hogy ezen a mai napon, homozó szerdán, hogyan szólítanak meg azok, amiket hallunk, és azok, amiket látunk. Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy, és porrá leszel. Hangzott el a reggeli katolikus szentmisén a nyíregyházi magyarok nagyboldogasszony társszékes egyházában, a 40 napos nagybőjti időszak első napján, homozó szerdán. A húsvét előtti időszakban a hívők megújítják Istennel való kapcsolatukat, kifejezik bűnbánatukat, vezekelnek, liturgikus módon hamvaszkodnak. A koronavírus járványra tekintettel, az ősi minták alapján keresztrajzolása helyett most hamuval szórták meg a hívőket. A hamvazó szerda tulajdonképpen egy kapu. Belépünk egy olyan időszakban, amikor egy kicsit jobban figyelünk arra, hogy mi emberek kik is vagyunk, miért is élünk. Mi helyünk van ebben a világban. És ezek az emberi életnek talán a legnagyobb kérdései, amik mindannyiunkat foglalkoztatnak. És húsvét az, ami igazán választ ad nekünk. Akkor van értelme az életünknek, ha valami nagyobbhoz, Istenhez kötődik. Ha az életünk nem reménytelen, van miért élnünk. A nagybőjt közeledés Isten felé. Ne adják fel. Az Isten bármikor meg lehet találni. Az Isten folyamatosan nyitott felénk. Nekünk kell a döntést meghozni, hogy mi nyitottak vagyunk az Isten felé. És a nagybőjt kiváló időszak erre. Döntsünk, kezdjünk böjtölni, keressük az Istent az életünkben. A nagybőjt nem a kényszer időszaka, hanem egy belső elhatározás, amelyben a hívő eldönti, Istennel fűzi szorosabbra a kapcsolatát. Az elkövetkezendő 40 napos időszak mindenki számára rendelkezésre áll, ajánlja Németh István káplán.